A tavaly őszi Magyarország-Dánia Európa-bajnoki selejtezőt követően ismét válogatott rögbi meccseket rendeztek Mándokon. A szövetség utánpótlás fejlesztési programjának keretében idén tavasszal alakult meg az U16-os válogatott, amely Kárpátalja azonos korú fiataljai ellen mutatkozott be. A mérkőzésen végig a hazaiak akarata érvényesült, 34-0-ás félidő után végül 73-0-ra nyert a 8 hazai klub játékosait felvonultató nemzeti együttes. A két napot Gyulaházán edzőtáborozó 18 évesek az első félidőben magabiztosan játszva 38-0-ra elhúztak ellenfelüktől. A második játékrész már a kárpátaljaiaknak sikerült jobban, de a találkozó így is biztos 45-12-es hazai sikerrel zárult. Nem a mérkőzések eredménye a lényeges, hanem elsősorban az, hogy fejlesztjük a játékosokat és mindenki tanuljon. A fiúk nagyon sokat tanultak ezeken a meccseken, volt egy-két nagyon szép támadásunk és célunk is. A védekezésünk is nagyon jó volt, nagyon boldog vagyok, hogy így teljesítettek a játékosok. A kárpátaljai csapatedzője elmondta, tanulni érkeztek Mándokra, mivel minden alkalmat megragadnak arra, hogy fejlődjenek a játékosok. Kárpátalján a rögbi nagyon fiatal, 3 éve alakult az első csapat. 6 együttes van nálunk, a játékosok zömében 20 év alattiak. Nagyon intenzíven fejlődünk, minden alkalmat megragadunk, hogy nálunk erősebb együttesektől tanulhassunk. Nagyon sok meccsünk van odahaza, és elfogadjuk a meghívásokat is, úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé. A kárpátaljaiak 18 éves játékosa annak örült, hogy a második félidőben már felvették a versenyt a vendéglátókkal. A magyar válogatott egy nagyon erős csapat. Dinamikus játékra számítottunk és bizakodtunk a győzelemben. Nem így sikerült, de nagyon jó meccset játszottunk. A szövetség elnöke szerint mind az újonnan alakult U16-os csapat, mind az Európa-bajnokságra készülő U18-as együttes számára hasznos volt a mándoki mérkőzés. Igyekszik segíteni Magyarország a magyar kormány Kárpátalján. Most ők segítettek nekünk, hiszen mindenki csapatunk felkészülésben van. A kezdeti megilletődöttség után az U18-as meccsek a másik fél idejét meg is nyerte a kárpátaljai válogatott. Úgyhogy nem gyenge játékerőt képviselő csapatról beszéltünk az U18-ban. Gyulaházán remek napokat töltött a válogatott, igazán profi felkészülési körülmények voltak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy ez kiegészülve a kárpátaljai csapat játékával tökéletes felkészülést adott a fiataloknak az EB-re. Az U18-as válogatott április második felében a szlovákiai Pöstínben szerepel majd a kontinens tornán. A szövetség elnöke még elmondta, hogy a tervek szerint ősztől Mándokon és Gyulaházán az általános iskolások számára elindulnak a rögbi edzések.